Az 1956-os forradalom és szabadságharc moson Magyaróvárt is érintette, az akkori megtorlás pedig a mai napig fájdalmas történet. Október 26-án a határőr laktanyánál gyilkos sortűz fogadta a forradalmat éltető békés tömeget, amelyben több mint 100-an sérültek meg és vesztették életüket. Ezen a napon idén is koszorúzások és megemlékezések zajlottak a város több pontján. Elsőként a Hunyadi iskolában, amelynek 6 egykori tanulója is áldozatul esett a szörnyű tragédiának. A Hunyadi iskola udvarán Ipcsicsné Gönye Anikó mondott megemlékező beszédet, az intézmény tanulói pedig műsorral tisztelegtek az 56-os diák áldozatok előtt. A megemlékezés és a tisztelet koszorúi a Gulyás Lajos emléktáblánál is felkerültek, ahol Csáfordi Julianna mondott megemlékező beszédet. Kiválasztaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. A megemlékezések aztán a kórháznál folytatódtak, ahol Gábor Józsefné, a Moson-Magyaróvári 56-os egyesület elnöke, az intézmény egykori dolgozóit méltatta, akik önfeláldozóan végezték munkájukat, valamint felelevenítette azt a napot, amelynek részese lehetett, és azt, hogyan vesztette el testvérét és barátait a sortűzben. Emlékezünk arra a szomorú eseményre, ami akkor történt itt Moson-Magyaróváron, ahol több mint 100 embert agyonlőtek, és több mint 250 sebesült volt. Köztük én is, a bátyámat meg mellettem lőtték anyom 31 évesen. Nekünk ez nagyon szomorú, minden évben újra fölbojdul bennünk minden. Újra előttünk van minden, mintha tegnap lett volna. A megemlékezés a várnál folytatódott, ahol a Széchenyi István Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi kar hallgatói, tanárai és az összegyűlt emlékezők is fejüket hajtották a moson-magyaróvári hősök előtt, és azelőtt a 6 akadémista előtt, akik életüket vesztették a sortűzben. Pintér Gizella 19 éves elsős hallgató életét kioltani elég volt egy őrült pillanat. Mennyasszonyi ruhában temették el, hogy mindörökre a gondviselés mennyasszonya maradjon. Ő egyike volt azoknak az óvári gazdászoknak, akik életüket adták a szabadságért, szembeszálltak a gonoszszal, a zsarnok hatalommal. A megemlékezők a vár épületénél lévő emlékmű megkoszorúzását követően a polgármesteri hivatalhoz vonultak, ahol Kósa Lajos beszédében elmondta, nemzeti ünnepeink azért vannak, hogy méltósággal idézzük fel a forradalmárok, szabadságharcosok, hősök és sebesültek emlékét. Az ő egykori tetteik nélkül más lenne ma nemzetünk. 1956. október 23-án Budapesten, Debrecenben és szerte az országban kitört a forradalom. A forradalom kitörésének híre az akkori hírközlési viszonyok ellenére pár óra alatt futótűzként terjedt el az országban. A koszorúzás a magyaróvári temetőben folytatódott, a piarista gimnázium tanulói ünnepi műsorral készültek, megemlékező beszédet pedig Székely Zoltán mondott. Hamarosan eljön az az idő is, amikor már nem lesznek közöttünk azok, akik megélték szomorú eseményeket. Ők azok, fiatal munkások, egyetemisták, gyerekek, akik 1956. október 26-án a határőr laktanyához vonultak, és ott áldozatává váltak egy brutális támadásnak, átélték a géppuskatüzet, hallották a géppuskák kattogását, a gránátok robbanását. Miután a magyaróvári temetőben is elhelyezték a koszorúkat, a megemlékezők elindultak az 56-os gyásztérre, ahol a tragédia emléke előtti tisztelgés a kegyeleti megemlékezéssel ért véget.